Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál az a kérdés, hogy nyitott lesz-e érzelmekről beszélni, közeledik-e hozzád. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a felvételt megtekinted. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kér tőlem egy személyes jóslást, a díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ha megrendeled az ingyenes hírlapot, akkor ott minden hónapban van kedvezmény. És most megnézzük, mit közölnek a kártyák. A kérdés tehát az, hogy nyitottabb lesz-e, közeledik-e hozzád. A fő téma itt középen látható, ez a hegy, ez jelenthet hegyvidéket is. Vagy ebben a környezetben él, vagy tervez egy kirándulást a hegyekbe. Amit ez a szikla még jelent, az ő hideg-rideg tartása. Ez olyan, mint a fal, kopogtatsz, de nem tudsz átlépni rajta. Tehát itt vannak még nehézségek, problémák, valami blokkolja őt, valami nyomasztja őt. Itt látható ennél a kártyánál a vita, a veszekedés, a kihívások. Itt a kassa, ez lehet egy vállás is, hogy válló félben van, nehéz a helyzet, vannak veszekedések. A kassa viszont el tud vágni valamit. A kassa el tudja vágni a hegyet és ezt az ostort. És akkor az azt jelenti, hogy ez az időszak, ami őt nyomaszt, ahol vannak kihívások, viták, veszekedések, most lezárul. Amit ez a kassa még jelenthet, hogy felmondtak neki a munkahelyén, ez nyomasztja őt, itt voltak félreértések. És hogyan tovább, ami kettőtöket illet, itt a hold jelentheti az anyukáját. Lehet, hogy az anyukájával is voltak viták, félreértések, de a kassa ezt most elvágja, ez elmúlik, és akkor itt a szív azt jelenti, hogy lesz egy szívélyes kapcsolat. Amit a kártyák még jelentenek, a hold, az jelenti az ő álmait, vágyait, elképzeléseit, és ebben az esetben a ti szerelmetekről van szó. Tehát ő szeret téged, megvannak a vágyak, az elképzelések. Szerencsére itt kisüt a nap, tehát közeledni fog, kimutatja az érzelmeit, nyitottan beszél bizonyos dolgokról. A nap láthatóvá tesz valamit, vagy valakit, ő látni akar téged. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, hiszen arról álmodozik, hogy nálad odaérkezik, hogy megvan a biztonság érzete, hiszen nálad le tud gyökerezni. A fának van gyógyító hatása is, és a nap jelentheti az életerőt. Itt a horgony ugyanúgy, mint a fa, jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. Ez fontos a párkapcsolatban is. És itt szerencse lesz, hiszen ez elérhető. Amit a horgony még jelképez, gyakran a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi változás is, és keresi a helyét az életben, szerencséje lesz, a fának van gyógyító hatása,
jelentett egészségügyi témákat, lehet, hogy ezen a területen dolgozik. Itt ez a medve jelenti az ő élet erejét, vagy a te erődet, ez lehet a belső erő is. A hit, hogy higgy abban, hogy közeledik hozzád, nyitottabb lesz, szerencse lesz, itt nálad oda érkezik, ahol le tud horgonyozni, gyökerezni, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Mivel a horgony utalhat a munkára, és ez lehet egy munkahelyi változás, itt megvan az ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa magát, szerencséje lesz, és ez a medve, ez lehet az új főnök is, hogy ezzel az új főnökkel ez a kapcsolat, ez jó lesz, itt lesz egy szerencsés kimenetel. Itt vannak nála problémák, viták, veszekedések, ez elmúlik, megvannak az álmok, ő szeret téged, nyitott lesz hozzá, meg lesz a biztonság érzete, itt van a szerencse, az életerő, és ezek a változások. És ez volt a szerelmi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!